Uram, a késemért jöttem. Hol hagytam? Valami matrózban. Milyen kés volt? Acél, keskeny penge, kissé hajlott. Nem látta? Várjunk, csak lassan kérem. Milyen volt a nyele? Kagyló. Hány részből? Egy darabból készült. Semmi baj, megvan a kés. Hol? A hátamban. Köszönöm, kérem. Na, hát úgy terveztem, hogy rejtő piszkos Freddyét elhozom magam, és felolvasok belőle egy részletet, de hát fölösleges, mert kívülről fújjuk szinte az egész könyvet, ahogy én úgy mások is gondolom. Tudom, rejtő halhatatlan nagy műveket írt, és olyan karaktereket teremtett, amelyek szinte már az irodalmi toposz magassága emelkednek. Úgyhogy én bátran javaslom mindenkinek, hogy szavazzon a nemzetkönyvet szavazáson Rejtő Jenőre, és méghozzá a Piszkos Fred című regényére, legyen a Piszkos Fred a kapitány a nemzetkönyvnek.